Akkor sziasztok még egyszer, szeretettel köszöntök mindenkit itt a KED reggeli meetingünkön, ami tulajdonképpen a tegnap a hétfő esti tréningnek egy bocsánat, folytatása, meg hát egy rövid megismétlő összefoglalása is, mert ugye, mint említettem az előbb, a tegnap esti tréning felvétele még bizonytalan, hogy megmenthető lesz-e vagy sem. És ahogy itt visszajeleztétek, a legtöbben nem voltatok ott a tegnap este. És hát ugye Willy mesterünk jelezte a tegnap, hogy ő ma reggel nem fogja tudni megtartani a reggeli meetinget, és hát nekünk valahogy a tegnap este nem sikerült befejezni azt a témát, hát ami tényleg nagyon széles körű, ugye az átterésről volt szó, meg hát ugye az átteréshez kapcsolódó dolgokhoz is, értékadás meg mi egymás. És hát akkor erről ezzel szeretném kezdeni. Utána majd akkor behívunk itt a Brigit, már ugye jelezte, hogy ő szeretne bejönni és megosztani egy kamerával, hogy milyen átterésben volt neki része, neki szintén ugye ebbe az utóbbi 10 hónapban. És hogyha valaki még itt a jelenlevők közül szintén szeretne bejönni kamerával is, megosztani, akkor várjuk szeretettel. Legyetek bátrak, Willy is azt mondta mindig, vagy azt mondja, hogy merjetek jelentkezni az ilyen felkérésekre, főleg a kezdők is, akármilyen kis átterés, hogyha már egy emberet csatlakozott itt az online rendszerhez, vagy a Kairoshoz, vagy bármilyen üzlethez, amit csinálsz, és ugye eddig nem volt egy csatlakozót se, már az is egy átterés, tehát vannak kisebb-nagyobb átterések, úgyhogy merjétek ezt azért közzétenni. Szokjátok a reflektorfényt, a videózást, a kamerázást. Ja, hát igen, így van, Brigi, az is egy átterés, hogyha bemelsz ide jönni kamerával. Ez jó ötlet, Brigi. Na, úgyhogy akkor... akkor lehet, hogy soká, vagyis ki fog nyúlni ez a reggeli meeting, de mindegy, majd meglátjuk. Tehát igazából, ugye én is elmondtam a tegnap este, nekem is sok áttörés volt az életemben, kezdve onnan talán a legnagyobb, hogy 24 évesen vettem a bátorságot, és ott hagytam a szülőföldemet, és neki láttam, vagyis kezembe vettem a vándorbotot, és kimentem a nagyvilágba, egy hátizsákkal, pénz nélkül, és azt se tudtam, hova megyek, meg hova fogok kerülni. Tehát ez is egy komoly átterés volt, és hát hála Istennek ugye azért jó felé vitt a sors. Norvégiába értem 17 évet, ott új szakmát tanultam, természetgyógyászat, gerincterápia, azt is nevezhető egy átterésnek, hisz az eredeti szakmám az építészet volt. Akkor onnan ugye visszajönni Magyarországra 10 évvel ezelőtt, az megint csak egy komoly döntés, meg átterés abból a szempontból, hogy még egy új szakmát kezdtünk el, ugye ez a hálózati marketing, a kapcsolati marketing, tehát amit addig korábban nem csináltunk, és hát egyből mély vízbe lettünk dobva. Az este elmondtam, hogy én nagyon szerény, visszahúzódó emberke voltam mindig, és egyik napról a másikra prezentációkat kellett tartani. Tehát ugye 2006-ban költöztünk le, és akkor indítottunk itt egy céget Magyarországon, aminek 10 évig voltunk a partnerei, és hát én addig tartogattam azt megelőzően 2-3 hónapon keresztül, hát ilyen kisebb, ilyen családi prezentációkat, de akkor nagyon bedobtak a mély vízbe, 800 ember előtt kellett prezentációt tartanom a Marriott Hotelben. Hát nem mondom, hogy nem izgultam, de hát az tényleg az is egy olyan áttörést adott, hogy azóta úgy igazából nem izgultam attól, hogy prezentációt kell tartani bárhol, bárkinek. A másik dolog ugye itt az online marketing megint csak hozott egy átterést, hisz, mint említettem, ez a cég sajnos ugye megszűnt na tavaly, és mivel én megszerettem ezt a szakmát, én szerettem volna folytatni, de be kellett látnom, hogy az az út, vagy azok a módszerek, ahogy addig csináltuk, az most már nem működik, vagy nehezen működik,
és ezért ugye újabb utakat kellett keresni, és én ezt az új utat az online marketingben találtam meg, tehát akkor megint csak egy ugye áttörés volt, és hát ugye az igazi nagy áttörés az megint csak most volt, hisz 10 hónap alatt, és ezt ugye közzé is tettem, sőt egy kampányt is csináltam erre, hogy 10 hónap alatt ugye sikerült elérni azt az eredményt, amit az előző cégbe 4 vagy 5 év alatt a párommal együtt elértük, most ez pénzügyi eredményről utalva, tehát sikerült ugye elérni az első 7 számjegyű összeget kimondottan online marketinggel, tehát mondhatni 100%-os online marketinggel, és nem csak egy céggel, nem csak a Kairosszal, vagy nem csak az Asziával, meg nem a GVU-val, hanem a hárommal együtt, tehát ebben a hármas trió üzleti stratégiával. Úgyhogy ezt tényleg nem dicsekvésként osztottam meg, mert megtanultam azt ez alatt az idő alatt, hogy ugye offline is azért magadat kellett ad, hogyha személyesen beszéltél valakivel. Az emberek nem hülyék, nagyon átlátják, én is átlátom azt, hogy valaki színészkedik, nem az őszintességet mondja, tehát olyan ajánlatokat tesz, amit igazából ő sem hisz el. Tehát ez online is így működik, és hát én ez alatt a 10 hónap alatt eljutottam oda, hogy én igyekszem tényleg magamat adni a hobbiaimmal, a tevékenységeimmel, tehát minden mozzanatommal, ami most igazából ugye történik, tehát ez is egy áttörés, hisz felmertem vállalni 5 év után, hogy beszéljek arról, tehát ez még ugye fél évvel ezelőtt, vagy tehát még az online marketing elején indult, tehát hogy ugye milyen veszteségért, milyen kudarcokat éltünk át, ugye amikor ez a cég az előző, ugye amit 10 évig csináltunk, és az megszűnt, és hát ott akkor nagyon rossz döntéseket hoztunk, és nagyon nagy veszteségért, és hát ugye azt felvállalni, azt nyilvánossá tenni, viszont nagyon kegyes a gondviselés, hisz ahogy én ezt felvállaltam, akkor egyből kaptam a megoldást, hogy kijönni ebből, és ugye ezt elrevevők az emberek, tehát Vili is sokszor ezt mondja, ugye, hogy most nem azért csatlakoznak az emberek hozzá, nem azért kezdnek el követni, mert milyen jó marketing prezentációt csinálsz, vagy ha a termékes céged van, hogy milyen szuper értékű antioxidánsaid vannak, vagy vitaminjaid, vagy ásványanyagok, vagy immunerősítő, vagy bármi. Higgyetek el, tényleg az emberek nem ezért követnek, nem erre vevők, hanem arra, hogy tudjanak azonosulni veled, hogy meglátják benned, hogy volt egy nehézséged, volt egy problémát, hisz kinek nincs a mai világban, sajnos. De nem csak Magyarországon, az egész világon. Tehát ugye annyi nehézség, annyi kihívás van, annyi próbatét, hogy tényleg nagyon sok ember sajnos össze is roppan ez alatt, alkohol, vagy kábítószer, vagy ugye még extrém esetben az öngyilkosságba találja meg a kiútat. Tehát, hogyha te tudsz mutatni egy másik kiútat az embereknek, hogy figyelj, el lehetett veszteni mindent, tulajdonképpen mindent mi is. Amit 17 év alatt Norvégiában összegyűjtöttünk, mindent elvesztettünk pár év alatt. Sőt, még 20 millió adósággal szálltunk ki az egészből. Tehát mindent el lehet veszíteni pillanatok alatt, viszont ebből talprálni, ebből ugye kilábalni, és újra kezdeni, és újra sikerre vinni az egészet, de viszont más alapokra helyezni, hisz az a veszteség, az a kudarc, az azért hatalmas tanulópénz, drága tanulópénz az igaz, és ezért én úgy látom, érdemes ezt megosztani az embereknek, hisz ők miért fizessenek olyan drága tanulópénzt, mint például én. Lehet, hogy már el tudnak kerülni egy komoly veszteséget, hogyha látják azt, hogy mondjuk én személy szerint, vagy bárki milyen hibákat követett el. Azt hiszem Tom Camille-nek itt ugye egy magyarországi
MLM-es tréningnek van egy jó mondása, hogy hú, most nem tudom, szó szerint fogom idézni, hogy a buta a saját hibáiból tanul, az okos meg a másikéból, másokéból. Tehát igen, ez magamra is érvényes, tehát valahogy így van. Na szóval itt ugye nagyon sok átterés van az ember életében, van nagyon sok megterés is. Tehát inkább akkor az átterésekre koncentráljunk. És ugye tegnap este is elmondtam, ugye ez nekem nem csak úgymond pénzügyileg adott egy átterést, hanem az élet több területén is, az egészség területén, már több időm van magamra, jobban oda tudok figyelni az egészségmegőrzésre, több időm van sportolni, egészségesebben táplálkozni, jobb minőségű ételeket, étrendkiegészítőket fogyasztani. Tehát igazából mindent, amit ugye, ami az egészséghez tartozik, arra több idő van, hisz ebben a rohanó világban ugye az emberek erről sajnos a legtöbben megfeledkeznek. Ezt én látom itt ugye a természetgyógyászati szakmában is. Rohannak az emberek, dolgoznak, hát ugye ez a mókuskerék, alkalmazotti munka a legtöbbeknél, 8-10 óra, túlóra, 2-3 állás, hétvégi munka, és oda kerül, hogy 30-40 évesen már elég ramacs állapotban van egészségileg, de hát nem csak egészségileg, lelkileg is, mert ugye ennek a velejárója egy hatalmas stressz, tehát folyamatosan stresszben él az ember, nincs ideje a saját maga lelki világával törődni, ami szintén egy nagyon fontos, hát most nem akarom mérlegelni, hogy melyik a fontosabb, én úgy vagyok vele, hogy mind a kettő, tehát a testi-lelki egészség az nagyon fontos, pénzügyi egészség is fontos, ugyanakkor hogy a párkapcsolati viszony, tehát ugye sajnos házasságok mennek tönkre, rengeteg vállás van, megint csak nem csak itt Magyarországon, hanem az egész világon. Bocsi, csak közben lenémítom a telefon, hogy itt valaki becsörögjön. Tehát ugye a párkapcsolati dolgokra is oda kell figyelni, és hát ezeket azért mondom, mert nekem ezekben az utóbbi 10 hónapban mind voltak áttöréseim. Tehát most láthatjátok, sokat posztolok arról, hogy Kőhegyre járok a Roxival, ugye túrázni, ott csinálok videókat, ez egyfajta meditáció is nekem igazából, felmenni Kőhegyre, ugye természetben lenni, és hát igen, én úgy érzem, hogy tényleg a természetben ott a teremtő jelenlétében lehet lenni, de hát amellett eljárunk templomba, eljárunk itt Szentendrén, egyházi közösségben is aktív tag vagyok, tehát mondtam az este, hogy minden kedd és csütörtökön mostantól nem leszek, tehát ilyen 5 és 6 órától, egész késő estig, mert aktív rész tagja vagyok egy közösségnek, ahol szintén segítjük az embereket, hogy megtalálják a hitüket, vagy az életben, vagy az életük értelmét, tehát kereső embereknek adunk egy afféle útmutatást is. Itt meg az online marketingben ugye, hát elsősorban adunk egy útmutatást arról, hogy ugye anyagilag, hogy boldoguljanak, hogy érjék el az egyensúlyt, hogy legyen átterésük itt tényleg az anyagi területen. De hát az a jó dolog benne, hogy egy anyagi biztonság az egy csomó más jó dolgot hoz maga után. Tehát itt igazából nem csak a pénzről szól a dolog. Itt ugye látjátok, komoly barátságok születtek, születnek. Willivel is én mondhatnám, ritkán találkoztunk, de én 100%-osan megbízok benne, és tényleg egy nagyon jó barátomnak tekintem, de ugyan itt van Brigi, Kata, megsorolhatnám itt tényleg a csapatban, most nem akarok itt kihagyni neveket vagy embereket, de én úgy látom, hogy ez a csapat, ez egy egyre jobban összekovácsolódott ilyen baráti közösség lesz, és az is. Úgyhogy ezt meg kell őrizni, ez egy nagyon nagy érték. Na hát, nekem ilyen áttöréseim voltak, úgyhogy most akkor tényleg csak így röviden összefoglalóban ennyit erről. És hát akkor
Szeretném akkor behozni a Brigit, remélem most technikailag sikerül. A tegnap este kipróbáltuk a technikát, akkor működött, úgyhogy akkor mindjárt adom is a kamerát neked, Brigi. Reméljük, hogy be tudsz jönni. És hogyha addig valaki felbuzdult, és szeretné megosztani kisebb-nagyobb átterését, most nem hozok be több embert egyszerre, csak a Brigit, látom itt is van. Tehát aki még most szeretne a Brigi után bejönni, az írjon egy 8-ast, jó, ide a csevegőbe. Na, szia Brigi, köszöntelek, és boldog névnapot kívánok most így szemtől szembe élőben is neked. Isten éltessen, úgyhogy legyen szép napot, sok szép napot, legyen névnapod minden nap. Na, nem tudom, hangod van-e? Lehet, hogy kicsit késik a hangom, mert messze vagyok megint. Láttak a távolba. Oké, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Látom, jó, minden oké. Működik? Működik a dolog. Először is köszönjem meg, hogy itt lehetek. Nagyon nagy megtiszteltetés, ezen a rendkívüli reggeli meetingen részt vehetek és szólhatok. Hát nem tudok akkora eredményekkel számolni, mint te, viszont mondott az előbb Szabó Péter is, én már nagyon régóta szeretem és imádom, hallgatom, nekem nagyon sokat segített már átvészelni a nehéz napokat, hogy soha senkihez nem kell hasonlítani magunkat. És ha én visszatekintek a saját önmagamhoz, akkor hát nem is tudom, mai nap is kevés lenne, hogyha én az áttöréseimről beszélnék. Talán röviden annyit azért én is mondjak el magamról, meg erről az egész videózásról, meg az MLM hálózat üzletépítésről, hogy annak idején az iskolában én is olyan voltam, hogy felszólítottak tanár, például énekórában meg is szólaltam, azért kaptam 4-est énekből, mert ének szakkörre jártam, ráítólag a tanár hallotta, hogy nekem nagyon jó hangom, de én nem szólaltam meg, ha felszólítottak óra közben. Itt vagy át, hová lettél? Minden oké? Okay? Hallani? Jó? Szóval én is egy elég szótlan, csendes, riad kislányzó voltam, és nem csak kislányzó, hanem még félhettem a koromban, sőt, elváltam is. Szinte féltem bemenni egy üzletbe, ahol... Oké, köszi. Tehát féltem bemenni egy üzletbe, ahol kérni kellett, inkább mindig azt választottam, ahol önkiszolgáló üzlet volt, nehogy kelljen szólni valakihez. Na most ahhoz képest azt gondolom, hogy egy szörnyű nagy áttörés. Építésnél. Nagyon sok évvel ezelőtt én is egy MLM sérült vagyok, és megismerkedtem az MLM hálózattal, nem mondom a nevét. Hát igen, igen, nem. És veszteséges, nekem ugye nem vittek el 20 milliót, mert nem volt arra, csak egyetlen egy vagyonom volt egy zsiguli, amit elvitt az ember, mert nem tudtam fizetni a TB-t, annak idején még úgy lehetett valaki tag, hogy vállalkozót kellett kiváltani, nem ilyen egyszerűen a mai helyzetben. Nekem az akkor nagyon nagy veszteség volt, viszont valami, ami belül megint, valami megindult. Az egész életem onnantól kezdve megváltozott, mert rengeteg hanganyagot könyvet kaptunk. Nagyon sokat lehetett annak ellenére, hogy anyagilag vesztettem, nekem az mégis onnantól indult meg pozitív irányba. Tehát én mindenkinek azt javaslom tényleg, hogy saját tapasztalatom alapján, bár későn típus vagyok, lassan-lassan haladok előre, és azt mondtam akkor, hogy soha többet nem fogok hálózatot építeni. Csak az átvitt egy egészen másik, de az egészségemmel kapcsolatban kerestem fel,
Hála neki, sorsnak, mert szerintem nem véletlen tettem fel. Ugye utána kezdtük el együtt építeni, nem tudok a vasaját regisztrálni. Mondta, hogy ha már akarom fogyasztani, akkor regisztráljak, és így jöttünk össze le a Kaiosszal. Egyszerűen hiszek a sorsban, mert rengeteg dolgokon mentem keresztül, iszonyatos sok áttörésem, és mindig valahogy hallgattam a belső megérzésemre, és egyre jobban meg vagyok győződve, hogy mindenkinek hallgatni kell, csak is arra, nem a szomszédra, a sógorkom, a jó barát, ki mit mond, meg a sok-sok jó akaró, ugye? Mert mindenki azt akarja, hogy nekünk jó legyen. Az, aki össze van dőlve az egész élete romokba, és ő oszt nekünk tanácsot. Tehát nézzétek meg, hogy ki mit mond szerintem, vagy ki az, aki mond valamit, ki az, akit érdemes követni, meghallgatni a szavait. Én a mostani áttörésem, hát együtt kezdtük a legutóbbi ezt a Kaioszról, ugye kimondhatjuk, hogy ami az igazi nagy áttörés hozta meg az életemben, mert megtettem azt, hogy igaz, hogy nincs akkora hálózata, mint az Ártinak, nincs is még akkora jövetemben jelen pillanatban, de itt is egy bizonyíték, hogy mekkora ereje van a gondolatnak. Én voltam kis hitű, vagy még jobb, tehát belátom még mindig, mert én azt tűztem ki magamnak cél, ugye nem 5 milliót, mint az ári dollárba, hanem én azt mondtam, hogy az 500.000 forintot elérem, akkor én nagyon boldog leszek, és akkor hazaköltözöm. Na most ezen túljutottam, hazaköltöztem. Mi is lehet menni jobb? És aztán azt mondtam, hogy segíteni szeretnék embereknek megmutatni ezt a lehetőséget, az életük könnyebb. Ez nekem nagyon csodás, egy küldetésnek érzem, hogy szinte megtaláltam, hogy lehet, hogy miért szerettem erre a földre. Végre. De komolyan, annak ellenére, hogy még nincs akkora csapatom. Na most itt is igazodott a gondolatom, mert rengeteg embernek már segítettem. Visszajelzéseket kaptam, hogy a videóm által beregisztráltok. És érdekes módon nem jól fogalmaztam meg, mert nem az én csapatom épül, hanem másnak a csapata. Másnak is rengeteget segítek, regisztrálással is sok-sok mindennel. Tehát valahogy nagyon észen kell lenni, hogy hogyan fogalmazunk kívánságainkat, mert az univerzum az megadja mindent, amit szeretnénk. Tehát elértem az összeget, amit akartam, hazaköltözhettem, még az idejében vannak itt ugye nyilvánvaló teendőim, mert le kell zárni az itteni életemet, ami azt gondolom, hogy én megint csak egy iszonyú áttörés, és ezt nekem a karírozhattam, hogy végre hazaköltözhettem a családomhoz. Itt vagyok most, de már megvettem a hazafelé jegyet, sőt a következő visszajövőt is, meg az utána levő utolsót is, már januárban is. Úgyhogy ezek azt gondolom fantasztikus nagy áttörés, legalábbis az én életemben. Hát mindenkinek a saját kereszti a legnehezebb, de én végtelenül boldog és hálás vagyok, hogy itt lehetek. Csapatban rengeteget kell még tanulnom, nyilvánvaló képezni magam, de senki nem úgy született, hogy profiként, hisz itt van az Árpi, a Vili, sok-sok éves tapasztalata van, én még csak egy most gyakorlom ugye egy éve, nem is vagyok a fiatal korosztály, nem számítógéppen születtem, minden tanulni kell, szegény Árpi a megmutatója, hogy mennyit segítenek, és még szerintem kell is a sok-sok segítsége. De én azt mondom, hogy nagyon megéri, és érdemes követni azt, aki már valamit elért az életben. Köszöntök mindenkinek, nagyon sok vagyok, imádlak benneteket. Köszi szépen, Brigi!
Na hát itt eltűntél a képből a végén, de a hangodat hallottuk, legalábbis én hallottam, nem tudom, hogy a többiek hallották-e. Úgyhogy igen, csúszás van, sajnos, így ha ketten vagyunk bent, akkor csúszás van a hanggal, de remélem most lehet hallani. Kérnék egy gyors visszajelzést, hogy most engem hallottak-e rendesen. Leveszem a hangodat, Brigi, jó? És Etes, jó, köszi. Hát igen, köszi Brigi ezt a megosztást. Hát tényleg itt mindnyájan más és más értéket tudunk adni az embereknek. Nekem is az egy nagyon nagy érték az is, hogy követni tudtam azt, hogy Brigi is honnan, hova fejlődött. Ugye, ahogy mondtad az elején, ott ugye nehézségek voltak technikailag, meg minden, de most azt tudom mondani, hogy a Brigi az egyik legjobb blogger lett. A legtöbb videót talán ő csinálja itt a csapatban, lehet, hogy még nálamnál is több videót csinál lassan. Tehát gratulálok ehhez neked, Brigi, és tényleg, ahogy te is elmondtad, ugye sok embernek segítettél, adtál értéket. A videóid arra motiváltak embereket, hogy csatlakozzanak hozzánk ehhez a csapathoz. Úgyhogy hát tényleg ez egy hatalmas érték. Ja, azt tényleg a tegnap is elmondtam, hogy nekem is mekkora értéket adott az a kis videó, amit ugye megnéztem 10 hónappal ezelőtt, a Willy videóját, amikor hát ugye igazából kialakult ez a hármas stratégia, és ugye Willy elkezdte a Kairos üzletet is építeni, tehát azzal lett kerek az egész, és hát ez a videó, ez egy hatalmas értéket adott, hisz annak köszönhető egyáltalán az volt az első lökés, hogy ugye itt ilyen szépen fejlődik ez a csapat, akár pénzügyileg, személyiség szempontból, akkor növekedés, hát akár a Kairoszt vesszük, akár itt a GVO-t, vagy ugye nálam az a SEAT. Most azt tudom mondani, hála Istennek, mind a három területen nagyon szép növekedés van. Még mindig a Kairosz viszi a prímet, de meg is fogom mindjárt mutatni egy ilyen kis prezentációban, hogyan is néz ki nekem ez a hármas stratégia. Na, köszi szépen még egyszer, Brigi, és hát, hogyha valaki vette a bátorságot és szeretné ő is megosztani pár szóban a saját áttörését vagy áttöréseiből, akkor írjon egy 8-ast, és akkor behozom kamerával. Ha meg nem, akkor ugye tegnap este is ígértem, hogy készítettem egy kis prezentációt igazából, hogy abból a szempontból is, hogy én hogyan úgymond tálalom az embereknek ezt a hármas stratégia koncepciót, meg hogy lehet nektek is adok néhány ötletet azzal, hogy beszéljetek az emberekkel, hogyha ugye valaki felveszi veletek a kapcsolatot, hogy hogyan lehet behozni őket ide ebben a hármas stratégiában. Tehát erről ugye én már több videót is csináltam, de ez most ugye mindig változik a dolog, most még egy kicsit más szemszögből nézek erre a hármas stratégiára, mivel tényleg én azt mondom, hogy az én átterésemet is, a Brigiét is, hát igazából ezek adták, mert lehet, hogy ha csak egy lábon állnánk, most egy céget csinálnánk, és nem lenne ez az online rendszer, nem lenne ez a csapat összefogó része neki, mert ugye ez a Skype konferenciák, ez is az online rendszer része, tehát hogyha ezek nem lennének, akkor lehet, hogy nem születnének, vagy nem születtek volna ilyen eredmények. Tehát én mindig más és másként látom egy kicsit ezt a hármas stratégiát már jó szemszögből, és most szeretnék ezt a prezentációt megnyitni, és tényleg nagyon gyorsan csak átmegyek rajta, mert az idő telik, hogy mit is adott nekem meg, hogy is látom én most ezt egy kis visszatekintéssel. Na, lehet látni a prezit? Most kérnék egy atast, hogyha látjátok. Ja, nem, ötös, jó. Lehet, hogy valakinél később tölti be. Tehát, na most ugye kicsit így
amit már elmondtam, visszatekintve, hogy ugye 2004-ben kezdtem a hálózati marketinget, és 2015-ig igazából ugye ezzel azt akarom kifejezni, hogy 100%-osan egy lapra tettünk fel mindent, és a hagyományos MLM stratégiával, vagy hálózati marketing stratégiával dolgoztunk, tehát igazából offline. És hát ugye mi történt, ezt már tudjátok, itt a következő grafik, hupszá, nem, ez nem jó. Pillanat. Igen, jó, betöltött akkor mindenkinél. Tehát ugye igazából az történt, amit sokszor elmondtam, hogy egy gyors növekedés után volt egy visszaesés, és ez a visszaesés ugye addig ment, amíg lenullázódott. Tehát igazából, amit egy napra tettünk fel, az egyik napról a másikra nulla lett. Itt most azért van százalékban a dolog, mert ugye, hogyha valamit egy lapra teszel fel, tehát akkor a 100%-osan attól függsz, meg ugye csak attól várhatod az eredményt. Tehát 2015. januárban, tehát másfél éve, szintén elkezdtem én egy hálózati marketinges céget, egy egészségmegőrző, egy termékes céget, és hát ezt ugye akkor még nem tudtuk, még nem ismertem az online rendszert, akkor ugyanúgy kezdtem el, mint az előzőt, ami ugye 10 évig, tehát amit 10 évig csináltunk, és hát ennek az lett a következménye, hogy ugyanaz a történet lett, emelkedés és visszaesés. És a tavaly nyáron akkor kaptam észhez igazából, hogyha ezt megint ugyanúgy folytatjuk, ahogy az előző 10 évben csináltuk, akkor ennek is az lesz a vége, hogy előbb-utóbb lenullázódik. Ezért jött be a tavaly nyáron a képbe az online rendszer. Tehát itt már igazából elkezdett kialakulni az online üzleti stratégia, de ez még nem a hármas stratégia, ez még itt csak kettő. Tehát ugye volt egy online rendszer, amivel igazából elkezdtem építeni kicsit másképp, vagyis teljesen másképp azt az egészségmegőrző céget, és hát ugye lásd csodát, az lett a következménye, hogy ezt a lefelé ívelő görbét sikerült fel megfordítani, tehát sikerült ismét növekedést elérni, és pár hónapra rá, tehát a tavaly novemberben jött be a képbe, ugye ez a passzív pénztermelő rendszer, vagyis nagy részt passzív pénztermelő rendszer, a Kairos, amihez ugye Willivel, mint elmondtuk sokszor, eléggé szkeptikusan álltunk hozzá, hisz elég, tehát túl szépnek hangzott ahhoz, hogy igaz legyen, de hát adtunk neki egy esélyt, és belevágtunk, ugye elsőnek Willi, aztán követtem én, meg engem is követtek sokan. Tehát itt, ha megnézitek, itt ennek a trió üzleti stratégiának ugye még az én szempontomból még mindig az egészségmegőrzés volt a legnagyobb, utána jött a passzív pénztermelő rendszer és az online rendszer. Tehát ezt úgy nézzétek, hogy ezek a százalékok, amik itt vannak, ezek a jövedelemnek a százalékai. Tehát, hogy melyik a trió üzleti stratégiának melyik pillére hozott százalékban a legnagyobb jövedelmet. Itt még az egészségmegőrzés vezetett a tavaly novemberben. Igen, ám, de eltelt ugye 2 hónap, és hát berobbant ez a passzív pénztermelő rendszer, ugye maga a Kairos, és annyira berobbant, hogy 80%-ba vett át az egésznek a úgymond a részét, tehát ahogy látjátok, ez lett a legnagyobb jövedelemforrás, és hát hála Istennek azóta ez folytatódott, ez tartotta a prímet, ez vezette az egészet, viszont történt egy érdekes dolog. Februárban kiesett az online rendszer, és itt rádöbbentem egy hatalmas nagy, hát úgymond felismerésre igazából, mert rájöttem, hogy ha egy kiesik, attól még a másik kettő ott van és működik. És akkor hirtelen ugye leesett a tantusz, hogy te jó ég, ez egy mekkora stabilitást, mekkora biztonságot ad hosszú távon. Hisz,
hogyha már ugye három lábon áll az ember, és ebből a háromból egy kiesik, akkor még mindig ott a másik kettő. Tehát nem az történt, mint ugye velünk pár évvel ezelőtt, hogy mikor mindent egy lapra tettünk fel, és az az egy kiesett, akkor az hatalmas érvágás volt, mert egyik napról a másikra nullán, sőt mínuszban maradtunk. Tehát ezzel a trió üzleti stratégiával ez nem fordulhat elő igazából, mert pár hét vagy egy-két hónapon belül gyorsan találtunk egy másikat helyette. Tehát 2016 júniusra, ez még már korábban megvolt nekem, csak a csapat ekkor társult hozzám, tehát megint csak visszaállt a trió üzleti stratégia, és hogyha most már megnézitek, a két kisebbik is, az egészségmegőrzés is, meg az online rendszer is, azok is már nagyobb százalékban vannak itt jelen, és hát akkor tovább lapozok, ugye én itt követtem a fejlődést, tehát menjünk a szeptemberre, tehát ez az arány ugyanúgy folytatódott. Tehát most nem az van, hogy például az egyik nagyon kevés, hanem már az a két kisebbik is, hogyha megnézitek, az az egészségmegőrzés, ami a, ugye az ASEA, meg az online rendszer, ami a GVU, ez már igazából 36%-át teszi ki, mondom az én esetemben, a teljes online bevételnek. És ez egy nagyon nagy biztonság, mert megint csak, ha tegyük fel, legrosszabb esetben bármelyik kiesne, akkor tényleg nem nulláról kellene kezdeni az egészet. És nekem az a célom, mert hogy még jobban egyensúlyba hozni ezt a hármas stratégiát. Tehát most jó, hogy a Kairos az tényleg örömteli dolog, hogy ilyen nagyon gyorsan fejlődik, dinamikusan fejlődik, tényleg 10 hónapja folyamatosan fejlődik, annak ellenére, hogy ugye rengeteg támadás éri a céget, a cégnél is voltak ugye technikai nehézségek a kifizetésekkel, akkor ilyen karbantartásokkal, de ebből ugye nem lett senkinek semmi vesztesége, hisz a cég ezeket azért pótolta, és egyre erősebb talajon áll a cég, azt látjuk ugye mindnyájan, hisz ti is azért meritek továbbra is ajánlani, mertek ti is nagyobb csomagokra váltani. Én most pont itt a reggeli meeting után az egyik családi csomagomat, mert nekem ugye három számítógépen fut itt a program, most az egyiket fogom a platinára felminősíteni, és akkor csak az az egy gép, hát tudjátok, ugye napi 19 dollár, az havi majdnem 600 dollár, és az forintban az ilyen 160-70 ezer forint. Tehát nekünk ennek a szép nagy lakásnak a rezsijét csak az egyik gép ki fogja termelni mostantól, és még van másik kettő, és még van a csapatjutalék. Tehát ugye ez egy fantasztikus jó érzés, és hát most ott van az ASEA, hatalmas fejlődés van ott is, az 7 éves cég, új országokat nyitnak, és már itt felkértek, hogy akkor szálljak be én is abban aktívabban, hisz már ugye többé-kevésbé tudom az online rendszert, és akkor hát azt is ugye kicsit nyomjuk meg, akkor itt az online rendszerben is már június óta, amióta ugye itt elkezdtem itt a csapatba promotálni, ugye Vili is csatlakozott ide hozzám, a Kairosban én, meg én ő hozzá, tehát az is már 110 fő, és az is már ennek a, hogyha ezt most számokba vesszük, azért gondoljátok el, az 5000 dollárnak a 15%-át már ez a pénztermelő rendszer hozza ki havonta. És itt most tényleg kérlek benneteket, mert azt tapasztalom, hogy sokan erre az online rendszerre úgy tekintetek, mint egy eszközre. Szóval csak úgy tekintetek. Ami végül nem baj. Nem baj, mert egy nagyon jó eszköz is, és lehet vele ugye haladni, lehet vele jobban építeni a Kairoszt, vagy lehet vele jobban építeni
azt az üzletet, amelyben még benne vagytok, mert sokan ugye sok más üzletben is vagytok, ami teljesen rendben van. Sokaknak vannak más termékes cége, vagy akár más jellegű üzlete, tehát rendben van. De kicsit azért tegyétek el a fejetekbe azt, hogy tekintsetek erre is üzletként. Mert sokkal többet fogtok profitálni hosszú távon, ha üzletként tekintetek erre. Mert egy baromi jó rendszer. Én azt látom, hogy még csak a jéghegy csúcsát használjuk belőle. Annyi minden van, hogy még én sem tudom, még több hónap után sem használok minden eszközét. Nagyon jól tovább ajánlható. Hiszen nagyon sok embert abba hoztam be, nem csak a Kairosba, vagy nem az Asziába. És úgy hoztam be, hogy a hálózatépítőket, hogy megkerestek a saját üzletükkel, hogy nézzem meg, és ha tetszik, csatlakozzak oda. Persze meg is néztem, de elmondtam neki, hogy hát bocsi, én most nem tudok te mindent bevállalni, mert nekem nagyon jól működik ez a hármas stratégia, ezt én nem akarom megbontani. Én még nem tartok ott, hogy a negyediket is bevegyek. Habár tényleg baromi jó ajánlatuk vannak, tehát most kapásból 5-6 olyan lehetőséget látok, és adhat olyan üzlettel kerestek meg, hogy ha nem lenne ez a három, én egyik pillanatról a másikra egyből találnék másik hármat. De viszont nem akarok még hármat behozni, vagy még egyet sem akarok még egyelőre behozni, mert még én se állok készen arra, hogy fel tudjam vállalni azt, hogy mondjuk egy negyedik dolgot is. Nekem negyediknek itt van még a gerinckezelés, amit ugye csinálok és tanítok is. Tehát ezzel most jelenleg az én időmet nagyon jól ki tudom használni, többet, ha bevállalnék, akkor az én életemben borulna fel az egyensúly, meg akkor lehet az az egy, ennek a másik háromnak a róvására menne. Tehát most nem tudom, hogy még meddig lesz így, remélem, hogy mind a három cég növekedik továbbra is, meg hogyha szépen növekedik, akkor meg minek vártani, a minek a biztos, a bizonytalan, a recserélni. Mert hát ugye sok szépen hangzó üzlet azért bebukkik. Sajnos itt az internetes üzletekben is. Tehát ezért mondom, hogy tekintsétek az online rendszert is üzletként, tehát nem csak egy eszközként. És találjátok magatoknak, előbb-utóbb, nem, főleg az újaknak, nem most egyből mondom, de találjátok egy egészségmegőrző céget is. Olyan termékeket, hogy az egészségeteket is tudjátok megőrizni itt az online rendszer mellett. És nem csak termékkel, hanem ugye tegnap este elmondtam meg még ma is, hogy ugye nekem is több időm van sportolni, turázni, úszni, fitnessbe járni, tehát ez az egészségmegőrző pillér, ez is egy nagyon fontos része, és tényleg nagyon sok jó termékes cég van itt a piacon, tehát meg sokatoknak már van is. És sokatoknak már meg is van ez a hármas stratégia, csak azt akarom mondani, mindegyikre tekintsetek üzletként, akár egy termékes céged van, vagy akár az online rendszerre, és hát ugye a Kairosra is, sokan a Kairosba is az elején úgy regisztrálnak be, meg én is igazából, meg Vili is, hogy csak azt a részét nézzük, amit ugye a tárhely bérbeadással lehet megkeresni. Tehát tényleg csak azt néztük, azt mondtuk Willivel, hát egye fene, akkor már 10 hónappal ezelőtt online dolgoztunk, a gépünkben volt kapcsolva. Egye fene, van ott szabad tárhelyünk, hát adjuk bérbe ennek a cégnek, nézzük meg, mi lesz belőle. A legtöbb ember így áll hozzá a Kairoshoz, és ez rendben is van. Tehát nem kötelező neki tovább ajánlani. De könyörgöm, egy akkora lehetőség, ez mind a három ezekből, hogy miért ne ajánlani tovább, vagy miért ne ajánlani tovább az egészet, ezt a koncepciót, és törekedni erre, hogy kialakuljon ez a hármas biztonság. Most, de viszont a ló másik felére se szabad átesni, nem szabad, mint ahogy én is mondtam, én sem állok készen arra, hogy többet behozzak, most nem szabad az se, hogy most mindenbe beleugrani, és mindent behozni, és akkor szét fogsz folyni, egyik sem fog menni. Tehát találd meg azt az egyet elsőként, aztán a másodikot, majd a harmadikot, és stabilizáld ezt a hármat. Erre lehet rám egy fél évet, rám egy évet, nem számít, van időnk még, hál' Istennek, vagy reméljük, még sok időnk van, nem jön a világ vége. Úgyhogy ezt tudom én mondani erről. Viszont most
Áttaréssel kapcsolatban én itt az utóbbi időben ugye több időt szentettem magamra, a lelki egészségem, fejlődésem megőrzésére is, meg az egészségemre, a testi egészségre is, és én egy picit már ezen is túl nézek, túl látok, úgymond, mert ugye ez a trió üzleti stratégia, ez ugye elsősorban a valljuk be, a pénzért csináljuk, tehát hogy anyagilag kerüljünk rendbe, de viszont ennek sokkal több vonzata van, és én betettem ide egy másik diagramot, ami igazából ez az egész el tud vezetni egy kiegyensúlyozott élethez. Mert ugye itt a kék, és ez a pénzügyi egyensúly, lelki egészség, testi egészség, hogyha ez is egy hármas pillér, tehát ez a három, hogyha megvan, csak gondoljunk bele, ha valaki ugye pénzügyileg már stabil, tehát nem kell félni attól, hogy most miből fizeti ki a gázszámlát, a rezsijét, az albérletét, a hitelét, ha van neki, vagy miből tankol az autóba, meg a gyerekének miből vesz ruhát, cipőt, meg hasonló. Tehát, hogyha ez megvan, az már egy nagyon-nagyon fontos. De ugyanakkor a testi egészség, hát ez ugye ide is sok minden tartozik a testi egészséghez, mindjárt megmutatom azt is, meg a lelki egészség is. Tehát én már erre törekedek, és bevallom ezt nekem, már úgy érzem, sikerül egyre jobban egyensúlyba hozni. Hát még nem mondom, hogy ilyen szép egyensúlyban van, mint ahogy itt ebbe a körbe, egyformán elosztva, de legyen ez egy törekvés, hogy ezt is elérjük, és ezt is kezdjük el kommunikálni az embereknek, hogy itt ebben a rendszerben, ebben az egész koncepcióban, itt nem csak a pénzről beszélünk, nem csak arról szól, hogy na most meggazdagodjon mindenki, és akkor jobbnál jobb autója legyen, meg luxus lakásban lakjon. Egy csomó másra lehet a pénzt használni. Például a legészségesebb élethez is, tetszik, nem tetszik, több pénz kell. Több pénz kell a jobb minőségű ételhez, pénz kell ahhoz, hogy fitness terénbe eljárjál, ugye bérletet kell venni, vagy akár még személyedzőnek fizetni, vagy úszodába eljárni. Tehát ezekhez mind pénz. Pénz kell ahhoz is, hogy nekem alkalmazott legyél. Tehát már ez is egy komoly dolog, hogy úgy keresél pénzt, hogy nem más szekerét tolva, hanem a saját életedet építve. Ugye a lelki egészség megint fontos, és hát ezek mind a három, még három pillére épül, akkor még azt is ugye megmutatnám, azt, ahogy én látom. Tehát ugye már említettem a testi egészséget, én ilyen három pillére bontanám. Tehát ugye nagyon fontos része a táplálkozás, mit eszünk, mit iszunk, milyen kiegészítőket szedünk. Az alvás nagyon fontos. Én ezt az előző cégemnél megtanultam, és ugye ott nagyon nagy hangsúlyt fektettek az alvásra, és voltak is alvás segítő termékek. Tehát az alvás, a minőségi alvásért is lehet tenni. Mert például a mozgás, az is segít ahhoz, a sport, hogy jobban alszol. Mert ez a három egy kicsit ilyen természetgyógyászati szemszögből is, ez a három az alapja a testi egészségnek. Hogy mozogni kell, jól kell tudni aludni, hisz a szervezet alvás közben regenerálódik. Én hála Istennek, azt mondom, én egész életemben jó alvó voltam, de mint érték az előző cégemben, tényleg egy minőségi alvást kaptam, olyan termékeket, meg hát én magam is teszek azért. Meg hát ugye a táplálkozás, mert hogyha megnézzük az ember, ugye a rohanó ember ebben a rohanó világban, igazából mind a hármat elhanyagolja. Keveset mozog, de nem figyel oda a táplálkozására, ezáltal stresszes, elhízott, fájdalmai vannak, szervi baja is akár, az meg ugye befolyásolja az alvást, és borul az egész, és egy nagyon komoly ilyen ördögi körbe kerül, tehát ami aztán viszi őt lefelé. Tehát még stresszesebb lesz, még kevesebbet mozog, még robban rosszabbul fog aludni, még inkább nem figyel oda a táplálkozására. Tehát ezt erre is azért valóban érdemes nagy hangsúlyt fizetni, vagyis fordítani, és hát ez az egész koncepció, amiben vagyunk, ebben is segít, és egy csomó jó megoldás van ezekre. A másik, hogyha megnézzük, ugye és egyben az utolsó, ez a lelki egészség. Na most, hogy látom én ezt?
Hát ugye itt most megint csak szépen arányosan osztottam el mind a hármat, ez az ideális. Nem azt mondom, hogy nekem már ideális, de viszont erre törekedek én, és én azt látom, hogy most itt nem lehet fontossági sorrendbe tenni talán, de én elsőként ez az önmagammal való harmóniát tartom nagyon fontosnak, és hát ugye Szabó Péter is erről beszél sokat, meg sok tréner ezt tanítja, hogy saját magaddal legyél harmóniában, szeresd magad, meg hát minden, ugye, amit adj meg magadnak, tehát itt most ugye a személyiségfejlődés, kezdve meditálás, tanulás, tehát ezt a magaddal való harmóniát, békét, ezt teremtsd meg valahogy. És erre idő kell. Tehát idő kell, én is igyekszem, még minden nap nem sikerül ezt még mindig megtenni, de igyekszem minden nap legalább egy fél órát meditálni, imádkozni, és akkor ez már ugye át is vezet a másikhoz. Én hiszek abban, hogy van egy teremtő, van egy mindenható, ugye nevezzük Istennek, hogy vele is egy élő kapcsolatot nem csak létrehozni, hanem fenntartani. Tehát hála Istennek ezen a területen is voltak nekem olyan emberek az életemben, akik elvezettek ide. És hát úgymond úgy érzem, hogy már tudok én egy kapcsolatot tartani, és erőt kaptam meg egy csomó jó tapasztalatot, tehát amit ugye említettem az elején, hogy most aktív résztvevője vagyok itt Szentendrén egy ilyen közösségnek, tehát azt azért is teszem, mert én is nagyon sokat kaptam, ugye így a Teremtőtől, és most én is akarok vissza is adni, meg akarok más embereknek segíteni ezen a területen. Hát erről is akár tudnék egy teljes videósorozatot csinálni, hogy az én hitemnek a történetem. Voltam én is úgymond hitetlen, meg elfordulva a Teremtőtől, meg hát majdnem szembe menni vele, hogy miért engedte meg azt, hogy mi megérjünk ilyen kudarcot, meg ilyen bukást. Tehát azon a ponton voltam, hogy tényleg így ellene megyek, és akkor inkább szidom, mint hogy felé forduljak. Tehát ez is egy fontos rész, hát gondolkodjatok el ebben, ki miben hisz, nevezhetjük univerzumnak, én Istennek nevezem, tehát legyen meg ez a kapcsolat. És végül, de nem utolsó sorban, legyen meg a jó kapcsolat az embertársaiddal. Tehát itt már látjátok, hogy ez a csapat, ami itt van, itt tényleg egy nagyon-nagyon jó emberi kapcsolatuk vannak, tényleg barátságok, itt önzetlenül segítünk egymásnak, tehát én is köszönöm mindenkinek, aki nem az én csapatunkban van, de segíti az én csapattársaimat, de ugyanúgy az én csapattársaim is segítnek másokat, akik nem az én csapatomban vannak, a Brigi is, mert még én is segítem, én sem nézem azt, hogy most valaki pont az én csapatomban van, vagy csak a Vili csapatában, vagy Nagy Zsuzsi vagy bárki, tehát igyekszünk segíteni, és hát ugye az emberi kapcsolatoknál ott van akkor a például a párkapcsolat. Hát ez is egy nagyon fontos pillére, mert ugye, hogyha ezt is elhanyagoljuk, ugye a rohanó világban megint csak, ugye hajszoljuk itt csak a pénzt hajszolnánk, vagy csak itt a munkát, meg minden, és elhanyagolnánk az emberi kapcsolatokat, akkor hát ha az a pillér borul, ugye egy vállás, mentem hát én is már egy válláson, meg ugye a Vili is elmesélte, tehát ez nem egy jó hatással van az ember életére. Tehát, hogy ezt is meg kell őrizni, tehát ezért kell tenni aktívan. Tehát én is itt most éppen a párommal fogok menni 2 vagy 3 hét múlva egy ilyen házas hétvége nevű lelki gyakorlatra. És hát 22 éve vagyunk házasok, és hát én nem fogadom el azt, hogy egy házasság vagy egy kapcsolat úgymond elhidegüljön, még akkor is, ha együtt vagyunk. De hát fordult elő velünk is, hogy ugye mind a ketten úgy bele voltunk temetkezve a munkába, hogy napokig igazából nem is beszélgettünk, nem is kommunikáltunk, nem is osztottuk meg egymással a bármilyen bajainkat, vagy nehézségeinket, és hát ez nem vezet jóra, mert végül az ember ugye együtt él, de
de még sincs együtt. Tehát ezt úgy mondta valaki, hogy egymás mellett megyünk, de nem együtt. Tehát ezért is ugye tenni kell, és ez most tényleg én így hosszabb távon ezt látom, hogy ez, amiben vagyunk, ez mind el tud ide vezetni, mert ezeket, amiket itt mutattam, ezekhez ugye mind kell szabadidő, mind kell pénz is, és tehát tudás, személyiségfejlesztő is, amit végül ugye meg tudunk kapni itt ebben a csapatban. Na hát, így lassan le is telt az idő, úgyhogy hát igazából lesz szerettem volna én itt a mai reggel átadni. Köszönöm, Rigi, még egyszer, hogy megosztottad itt a tapasztalatodat, az átterésedet. Remélem, hogy ebből most már sikerül a felvételt elmenteni, úgyhogy akik nem voltak itt, akkor megnézhetik. És hát akkor kívánok nektek szép napot. Most kicsit esik az eső, borongós az idő, de hát itt ebben a csapatban itt mindig süt a nap, azt látom. Úgyhogy akkor sikeres napot, sikeres hetet, és hát akkor holnap reggel már gondolom, hogy Vili lesz, és akkor majd találkozunk ismét a holnap reggeli meetingen. Úgyhogy sziasztok, szép napot, és sok sikert nektek, mindnyájatoknak ebben a hármas üzleti stratégiában. Na, hello!